kedves nézők, amit látni fogtok következőben, testfej kombináció, 2015-ös technikát, úgyhogy mindenkit kérnék, hogy ezt titokban kövesse, jó? És hogyha bárki ezt meglátom gálán, vagy bármilyen bunyón, jogvédett, tehát ezután már pénzt kell adni. Jó viccet félretéve egyébként a dolgokat, amit most itt látni fogtok, az testfej kombináció kicsit rugással megtarkítva. A legelső, amit fogtok látni, egy alapkombináció, a kedvenceim közé tartozik, ezzel a meccset is nyertem, a bal egyenes jobb felütés és bal harok jobb tért. Ezt be fogom nektek mutatni páros gyakorlatban, kedves barátom segítségével. Fogod, bal egyenes, jobb felütés, kesztyűre megy, bal harok, kesztyűre, ne sérüljön, fedezéket leteszi a párod, és beletérjön ezt a gyomorszába. Oda vissza bemutatni párod, gyere, kezdjed, bal egyenes, és térd a végén, végig fenn van a kezed, nem esik el, bal egyenes, jobb, és térd a végén. Bal egyenes, jobb felütés, bal harok, és a térd a végén. Egyszerűen le lehet tépteni, így is a kesztyűvel, most így mutatja az át, és keresztbe rakja, bal harok, és kesztyű, úgy. Oda vissza, mehet, pár darabot még. Könnyékkel is lehet védeni, az a legjobb egyébként. Kavazat. Második kombináció, amit most be fogok nektek mutatni. Ez is az egyik kedvenceim között tartozik. Végig fogjuk zongorázni a testet, kezdünk egy bal belső combbal, megállítjuk az ellenfélt, meg balánk, egy jó közvetlen felépítésnek is nagyon jó bal belső comb, az egy kombináció. Bal belső combbal kezdünk, jobb felütés testre, balra fejlesztem, mind a kettőt jól áthúzunk csípővel, és a végén lezárjuk egy testugrással. Alapállásban szem van a kezed, fogod bal belső comb, ahogy leteszed a lábad, jobb felütés testre, bal horog fejre, és jobb comb. Végig zongorázod a testet, egyik oldal, másik oldal. Kicsit gyorsan mutatjuk be a gyakorlatot, bal belső, jobb felütés, bal horog fej, jobb comb. Az a szélet, Ákos, te kezded. Bal belső comb, jobb felütés, test, kezed, fönn az állnál, az a comb. Fönn a kezed, bal belső jobb felütés, test bal harok, fel jobb comb. Azaz. Áthúzod a felütést és a horgot. Áthúzod, megvan a csípőben a mozgás, felhúzod ezáltal a bal csípőt, áthúzod, és a végén még szintén a jobb combot rárakod. Egyik oldal, másik oldal, jól felhúzzák egymást az ütések. És a harmadik titkos kombináció, amit megmutatok nektek, az pedig kezdünk egy bal májgeri rugással. Arra figyelünk, hogy ne toljuk távolra az ő ellenfelünket, hanem ütőtávba tartjuk. Jobb egyenes és bal csapot, a végén pedig egy jobb testrugással lezárjuk. Fogod, ellenfél, bal májgeri. Ellenfél rád akar jönni, fogod, bal májgeri, fel megállítod. Kicsit csak annyi, hogy megállítod, nem ellököd, ne kerüljön ütőtávok kívül. Ahogy leteszed a lábadat, onnan egy jobb egyenes, bal csapot és egy jobb testrugás a végén. Jó? Még egyszer megmutatom. Lassan, bal májgeri, leteszed a lábad, jobb egyenes, bal csapot és jobb testrugás. Jó, oda-vissza csinálunk egy párat. Gyere! Bal májgeri, jobb egyenes, fönn a kéz, bal csapot és testrugás, azaz. Májgeri, egyenes, horog, test. Tíz. Jó! Tehát kedves nézők, összegezném a mai edzést, amit láttatok. Egy kis betekintést kaphatatok a Thaiboxnak az alap technikáiba, amatőr szinten.
maga, amit az edzés alatti láttatok, az egy kézláb sporttal foglalkozó dolog. Testfej kombinációkat vettünk rugással tarkítva. Magát a küzdősportot szerintem egy érdemes egy dolog csinálni, mert fontos a mai életben az, hogy az ember meg tudja védeni magát. Fiúknak, lányoknak egyaránt ajánlom, hogy önvédelmi szempontból, de nem csak azt szem előtt tartva, hanem maga a mozgás, kardió, ha esetleg ha valaki fogyni szeretne, vagy egy kis zsírt leadni, akkor ez tökéletes mozgás erre. Továbbiakban érdekelne titeket ez a dolog, akkor várlak itt is szeretettel, kövessétek figyelemmel magát a csatornát, ott készülünk további videók, különböző technikákkal megpróbálunk egy kicsit mélyebbre ásni ezekbe a dolgokkal. Én azt mondom, hogy mindenféleképpen sportoljatok, hanem ezt valamit csináljatok, az embernek nagyon nagy szüksége van arra, főleg a szervezetnek arra, hogy egészséges legyen, a mindennapi, hétköznapi küzdelmeket, nehézségeket jobban le fogjátok gyűrni, amikor egy épp testben, egy épp lélek van. És ennyit tudok nektek igazából mondani, sportoljatok, menjetek előre, hajtson a célotok, és csináljátok végig, amit elkezdtetek. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Sziasztok!